Életének első olimpiai részvételén volt a magyar csapat hajója, Mihálkovics János vezetésével, és az volt az első olimpiai részvétel, még indult ugye óraul dingi osztályban, és ez a hajó évekig egy hatalmas típusú hajó, évekig nagy megbecsültségnek övezett a Palatonon, aztán hát olyan állapotba került, hogy fel kellett újítani. Kérlek erről mondjál azért pár szót, hogy milyen állapotban volt a hajó, és tulajdonképpen nekem már is tágyam volt, hogy a Hungáriát mi a közöttmunkásuk, mert ugye nem utoljára valók kutyók a versenyzet, és tényleg szép hajóról beszélünk, egy hatája, ugye kettő van a Balatonon belőle, a Tanizmány és a Hungária. Ugye a Hungária 1928-ban az Amsterdami olimpián szerepelt a hajóvívanyra, utána nagyon sok szép sikert ért el, körülbelül tíz évvel ezelőtt került olyan állapotban, már nem volt hajózható, három éven keresztül volt a műhelyünk udvarában annak reményére, hogy valaki majd mögé áll és pénzzel támogatja a hajó felújítását, ami szerencsére megtörtént, úgyhogy mondanám azt, hogy két héten belül körülbelül vízre kerül a hajó, és még a gyönyörködhetünk benne. A hajó annyiban fog változni, hogy teljesen klasszikus formában került felújításra, poárbóc, pacsikák, értelemszerűen a pacsikák az csak rátkorok, pacsikákon belül high-tech csikák törődnek, de a külső megjelenésében a hajó az teljesen úgy volt, egy klasszikus régi hajó fog idézni, tehát falhudazat, a vitorlája is ilyen horizontális szabály, stb. Tehát időket idéző, mindezt azért, hogy szeretnének vele szántottékán különféle nemzetközi one-timer versenyeken részt venni, és ott nagyon komoly előírások vannak a klasszikus hajóknak. Úgyhogy, de ugyanakkor ugyanúgy mahagoniból készült a hajó, mint korábban, modern vezetéssel belőlkodik van, és a gyekkal ott, ahol nem látszik, ott azért nagyon komoly high-tech lesz.